Szép estét kívánok mindenkinek! Egy érdekes téma kerül a mai este megbeszélésre, mégpedig a bulimia és anorexia a germán gyógytudomány szerint. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hiszen tudjuk, hogy azért az esetek 8-10%-ában, tehát a betegségek 8-10%-ában evés zavarok azok előfordulnak. És hogyha csak a több mint 15 ezer követőt nézem a Facebook oldalról, akkor kiderül, hogy legalább 1000 embernek itt kellene lennie, akinek evészavarral problémája van. Ezeket a problémákat megérthetjük a germán gyógytudomány ismeretével, hiszen a germán gyógytudomány ad hajszálpontos választ arra, hogy a tüneteink mögött milyen feloldatlan konfliktusok, félelmek húzódnak meg. És amikor ezekből sokat összegyűjtünk, akkor úgynevezett konstellált állapotok fognak kialakulni, erről még utalni fogok, de rögtön az elején azért próbáljuk meg röviden összefoglalni, hogy mi is az a germán gyógytudomány, mert az újonnan érkezők, azok lehet, hogy nem tudnak semmit, írnak egy levelet, kérnek segítséget, és közben fogalmuk sincs róla, hogy valójában a tüneteik megoldásában a főszerep az övék. Én csak egy segítséget tudok adni abban, hogy milyen irányba induljanak el, és hogyan és miként csinálják azt, hogy az egészségük ismét helyre jöjjön. Aki már megkapta az Útmutató az egészséghez című könyvet, annak egy nagyon jó útmutató kerül a kezébe, amivel meg tudja érteni mindazt, hogy a tünetek mögött mi minden áll. Ebben az útmutatóban azért a megértésen túl azért a megoldásokról is szó van. Szóval a germán gyógytudomány, amint azt tudjuk, dr. Rike Gerd Hammer életműve, és azért lett germán gyógytudomány, mert sok mindent próbáltak az új medicina néven forgalomba hozni, Magyarországon is, a világ más részén is, és pontosan azért, hogy megkülönböztesse az ő új medicináját attól, amit mások hirdetnek, ezért nevezte germán gyógytudománynak. Én őt képviselem, és az előadásaimmal az ő gondolkodását próbálom tolmácsolni a hallgatóság felé. Tehát aranykönyve Hammer doktornak, aminek ugye aranyborítása van, kétkötetes életmű, az még az Új medicina hagyatéka címet viseli, de aztán lett belőle germán új medicina, ez a GNM, majd lett belőle germán gyógytudomány, és ezt Hammer doktor levédte. Nos, a germán gyógytudományt Hammer doktor, amint látjuk ezen a képen is, őt idézem, orvosoknak és betegeknek ajánlja, akiknek szívük és józan eszük van. Vagyis mind a kettőre szükség van. Nem elegendő a józan ész, nem elegendő a logika, mert az embernek a logikáját megfogja, megköti ez a csodálatos rendszer. Az is szükséges, hogy a logikán túl a szívünkre is hallgassunk, és megtanuljuk érzelmileg megoldani mindazt, amit egy érzelmileg megérintett konfliktus indított el bennünk. Hammer doktor a saját életén tapasztalta meg a biológiai törvények igazságait, és ezeket a megfigyeléseket foglalta össze 5 biológiai természettörvénybe. Az első természettörvényt a rák vas törvényének nevezte el, hiszen fia elvesztése, akit itt láttunk, Dirk Hammer, 19 éves fia elvesztésének köszönhette a heredaganatát, aminek a műtéti megoldása után semmilyen más divatos
eljárást nem vállalt, hogy próbálok finoman fogalmazni. Szóval se kemoterápia, se sugárkezelés nem volt, volt egy műtéti beavatkozás, és amint azt ő a könyvében leírja, pokoli kínok következtek, és ezek viszont pont a gyógyulásnak a tüneteit jelentik. A kollégái kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adtak neki, mert mondván, hogy a hasa tele van átétekkel, persze már tudjuk, hogy átétek azok nincsenek, az egy biológiai képtelenség, de ezt meg fogjuk érteni a természettörvények ismertetése alapján. 1981-ben már egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik Németországban, mint belgyógyászorvos, nem mint onkológus, és ugye ott a betegeket kikérdezte, mint gyógyult daganatos beteg, hogy és az ő életükben nem volt-e a daganat megjelenése előtt valami nagyon súlyos, váratlan, érzelmi megrázkódtatás, ami megrázta őket, mint Isten a vargát, ugye? És magányosan élték meg ezt az egész történetet, ami váratlanul tört rájuk. És hát a 200 megkérdezett betegnél, kivétel nélkül mindenkinél a válasz igen volt. Ezután ugye ezeket az eseteket ő rendszerbe foglalta, német precizitással kidolgozta, stb. És megtalálta az összefüggést, ami elindít bennünk egy daganatos folyamatot, amit lehet ráknak is nevezni, de rá fogunk jönni, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az értünk történik, és nem ellenünk. Nem rosszindulatú, nem gyógyíthatatlan, nem autoimmun, stb. Stb. És főleg nem ismeretlen. Még ilyenekkel nem találkoztam, pedig ilyen diagnózisokkal érkeznek az emberek a konzultációra, vagy éppen egy tanfolyamra, vagy ilyenekről írnak egy-egy levélben. Nos, Hammer doktor gondolkodását szeretném, mint mondtam, tolmácsolni, mert ha megtanulunk úgy gondolkodni, ahogy ő rájött ezekre a biológiai törvényekre, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy a mi életünkben is azok a tünetek, amelyek már előfordultak, azok nem véletlenül történtek, nem Isten csapása volt, nem valaki más volt a hibás érte, hanem a mi megélésünk volt az, ami ezt elindította. Mert mi történik? Minden ilyen nagyon súlyos, váratlan érzelmi konfliktus, aminek a lényege, aláhúzom, a félelem. Ez a lélek agy-szerv tengelyen fog elindítani egy biológiai választ, egy értelmes biológiai választ, amit itt látjuk alól, értelmes biológiai különprogramnak nevezett Hammer doktor, rövidítve EBK. Szóval lélek-agyszerv tengelyről beszélünk, ezt ne tessenek elfelejteni, mert ezen a tengelyen betegszünk meg, és ezen a tengelyen is gyógyulunk meg. Vagyis ami érzelmileg megrázott engem, azt érzelmileg kell helyre tegyem, és akkor eltűnnek ezek a frányas sinek, vagyis azok a körülmények, amelyeket a konfliktus pillanatában rögzítettünk, ezek újabb konfliktus nélkül is képesek újra, meg újra, meg újra elindítani ugyanazt a programot, és ez fogja biztosítani számunkra a krónikus megbetegedéseket. A krónikus megbetegedésekben nem a sineket kell feleslegesíteni, nem azokat kell kerülgetni, mert amint mondani szoktam, nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben. Mert minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben teszi magát tönkre, mert az asszociatív gondolkodása miatt rengeteg dologra asszociál, és onnantól kezdve egy csomó sin is rögzül. Tehát nem a sinekkel kell foglalkozni, azok nagyon jók, hogy vannak, mert pontosan rámutatnak arra, hogy mi volt maga a konfliktus. A lélek ebben a szövegkörnyezetben nem azt jelenti, hogy ez a nagybetűs lélek, ami mindig volt és mindig lesz, ami a mi halhatatlan részünk, a 96%. Mert amit látnak belőlem is, az összesen 4%. A 96% a szemünknek láthatatlan, és akkor megértjük, hogy mit jelent az, hogy igazán jól a szívével lát az ember. Szóval ez az pszichés megrázkódtatás, érzelmi megrázkódtatás, aminek a hátterében, mint mondtam, mindig egy félelem áll.
Ez fog elindítani az agy közvetítésével egy szervi elváltozást. És ez addig lesz, addig fog fennállni ez a folyamat, amíg én érzelmileg le nem csukom ezt az egészet. És hát tudom, hogy jön a kérdés, hogy de mi az, hogy érzelmi megoldás. Rengeteg előadásban utaltam már erre, de csak annyit tudnék mondani, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ugye tudjuk jól, ezt nem én találtam ki. Ezt 2000 éve már megmondták nekünk. És ha csak ezt az egy dolgot betartanánk, akkor meg se tudnánk betegedni. És akkor itt most vége az egésznek, viszont látásra köszönöm a jelenlétet. Ez ennyire fontos lenne, hogy békével, megbocsátással, empátiával, elengedéssel feloldjuk a mai nap minden kellemetlenségét, mert mondok egy nagyon lényeges mondatot, csak az öl meg, amit nem tudsz elengedni. És ebben benne van a múltam, ebben benne vannak a kötődéseim, és benne vannak az azonosultságaim. Azok a szerepek, amiket eljátszok. De nagyon lényeges lenne, hogy csak eljátszok, hiszen tudjuk, hogy színház az egész világ. Jó lenne csak eljátszani a szerepeinket, a biológiai, a családi, a társadalmi, a munkahelyi, és az összes szerepet, amit itt a bolygón eljátszunk. A játékba sose fogunk belehalni. A játékot nem vesszük olyan komolyan, hogy az megbetegítsen. De amikor azonosulok egy szereppel, na ott aztán megélek olyan konfliktusokat, hogy ihaj. Tehát nagyon sok megoldásra utaltam ebben a néhány mondatban. Aki volt már egy hétvégi képzésen, az már fel is idézte azokat a képeket, amelyeket ehhez mind-mind kivetítettem. Nos, amint említettem már, mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Nem az számít soha, hogy mi történt. Azt mindenki el tudja mondani, aki ott volt és hallotta és látta. De az, hogy én mit éreztem, azt csak én tudom. Az, hogy egy konfliktust mire fordítottam le, egy félelmet, az az én külön programom. És ezek értelmes biológiai külön programok, mert minden a túlélésért történik. Soha nem ellenünk, hanem minden értünk történik. Ugye a kérdés, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Az elmondottak alapján akkor érthető, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. És ez nem önvédelmi mondat, nagyon szépen kérem ezt megérteni. Vannak, akik csak 3 tanfolyam után értették meg, hogy mit is jelent ez a mondat valójában. Hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Én rá tudok mutatni arra, hogy hol kéne változtatni a gondolkodásán, a szokásain, de én nem tudok helyette meggyógyulni. És innen jön az első és legfontosabb dolog, ami kell a gyógyuláshoz, hogy légy őszinte önmagadhoz. Amíg én önmagamhoz sem vagyok őszinte, mert maszkokat viselek, nem csak amit az utcán veszünk fel, az kamu, az a maszk, amit felteszek és mosolygok, hogy jól vagyok, ilyen levél jön, hogy látszólag minden rendben van a házasságunkban, és tele vagyunk tünetekkel. Na ez a látszólag, ez egy olyan maszk, amit ha nem fogunk levetni, és nem fogunk úgy beszélni egymással, ahogy az szükséges, akkor nem fogunk tovább lépni. És itt jön be a szívtől szívi kommunikációnak a lényege. Mert egy emberrel kétféleképpen lehet beszélni. Őszintén, vagy az ő szintjén. Ennyire egyszerű. Szóval ezek után nézzük bele abba, hogy mi a második természettörvény. Mert Heimer doktor az első törvényt, mikor bejelenti a kollégáinak, akkor választás elé állították, hogy vagy visszavonja azt, amit kijelentett, vagy elhagyhatja a munkahelyét. Képzeljük el, egy ember rájön arra, hogy a daganatot mi indítja el a szervezetünkbe. Saját bőrén megtapasztalta. 200 embert megkérdezett, és azóta is mindenkin ezen a gondolkodáson indult el, hogy mi volt az érzelmi megrázkódtatás. És még nem volt koponya CT akkor, de tudta, hogy az agyban ott van a lenyomata. És itt látjuk ezen a képen az agyi lenyomatot.
mert ugye a becsapódás pillanatában rögtön az agyban kapunk egy olyan körkörös gyűrűt, többet itt látjuk a felső képen, mint amikor egy álló tóvízbe bedobok egy követ, és a szépen hullámzik, a hullámok jönnek ki a part felé. Ezt az energiahullámot látjuk a koponya CT-n rögzítve. Ha a koponyalappal párhuzamos síkokban, ahogy itt látjuk ezen a képen, csinálunk felvételt. Ugye CT azt jelenti, hogy computer tomográf, vagyis számítógép által vezérelt röntgen, ami réteg felvételeket készít, ez a tomográf. Ennyire részletezem, mert megszokjuk az újdonsült kifejezéseket, csak nem értjük a tartalmat, ami mögötte van. És ha nem értjük a tartalmat, akkor félre tudnak minket vezetni. Hát itt elmehetnék a nyelvünknek a tönkretételébe, a nyelvünknek az átírásába, hogy ennek is ez volt a szándéka, de most akkor térjünk vissza a második természettörvénybe, amiben Hámer doktor kijelenti, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram. Igen, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis. A konfliktus aktív fázis mivel kezdődik? Hát itt van a DHS, a Dirk-Hammer szindrómával, mert váratlanul, meglepetésszerűen, miért engem? Hát valami nagy bosszúság. Hát nem, hát de. Ja, szólok, hogy a bosszankodás és rágódás 12 biológiai természettörvénye egy éve megnézhető, visszanézhető, és úgy látom, hogy sláger előadás lett, mert már több mint 47 ezeren megnézték. Ajánlom mindenkinek, mert kötődik a mai előadáshoz. Mert a mai előadásnak a központi témája szintén a bosszankodás. Tehát döntsük el, hogy mi az, ami minket tud bosszantani. Na, mi bosszant? Hát nyilván minden, ami nem úgy történt, ahogy én azt elképzeltem. És hogyha egy megtörtént esemény még mindig bosszant engem, akkor a kérdést tegyem fel, tudok-e változtatni valamit azon, ami megtörtént? Így van? Tudok változtatni? Nem. És ha bosszankodok, itt betegítek meg? Magamat? 100%-ban. És hogy hogyan? Lehet válogatni. Vannak eszközök, 12 biológiai programot, még annál többet is el tudunk indítani. De tegyük fel, hogy most elindult egy bosszankodás, jó? És ameddig egy ember bosszankodik, addig van étvágya? Tud enni nyugodtan? Nem tud enni. Sőt, amit bosszankodással eszünk meg, ahhoz kötjük azt, amit megeszünk, és az már sínként újra fogja indítani az összes gyomor, nyombél, hasnyálmirigy, EPE programot, és a többit, és a többit. Tehát az összes étel allergiában semmi más nincsen, csak az, hogy amikor én leülök enni, akkor nem nyugodtan eszem, és örülök annak, hogy előttem étel van, hanem mit csinálok? Bosszankodom. És mint megemészthetetlen bosszúsághoz kötődő táplálékot, a biológiám rögzíti, hogy ez egy sín, tehát újra megeszem, mit tudom én, a bundás kenyeret, és megint görcsbe áll a gyomrom. És akkor ki fogjuk találni, hogy allergiás vagyok a kenyérre is, meg a tojásra is. Nem, kérem szépen, azok táplálékok, azok mind a javunkat szolgálják, a bosszankodás az abszolút nem szolgálja a javunkat. Nos, ameddig benne vagyunk a bosszankodásban, nincsen megfelelő étvágyunk, éjjel nem tudunk aludni, tehát mindenki, akinek alvás zavara van, annak jó lenne lezárni békével a napjait, és akkor tudna nyugodtan aludni. Ketyeg a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, van, akinek így vérbe borul a feje, így látszik rajta, hogy elöntötte a vér az agyát, ugye ezt így mondjuk magyarul. Miért? Mert teli van dűvel, és a dühös ember vajon kit fog megbetegíteni? Szintén önmagát betegíti meg. Olyan öngólokat tudunk rúgni, hogy ihaj. Nos, a bosszankodásnak a lényege az, hogy kérdés, hogy meddig bosszankodom, és hogyan oldom meg? Mert itt van a kulcskérdés a megoldásban. Mert ha ez a megoldás, ez nem érzelmileg történt meg, akkor ne várjam azt, hogy a sinek nem fognak aktiválni bennem újabb és újabb kellemetlen emésztési panaszokat. Nos, akkor a megoldás, ha tényleg megtörtént,
akkor jön az megoldást követő fázis, és annak, amint látjuk, van három része, az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív annyit jelent, hogy ugye tudjuk, hogy a bőrünk alatt, a felszín alatt azért vannak lágyabb, meg keményebb szövetek. A csontok azok keményebbek, és hát az izmok, meg a kötőszövet azok lágyabbak. Most a lágy szövetek sejtjei között folyadék található. Ez az exudátum, a sejt közötti állománynak a víztartalma, felszaporodik. És ebből lesz a duzzanat, a fájdalom, a felszínen a gyulladás miatt piros lesz, aztán nem működik rendesen. És már meg is kaptuk a gyulladásnak a tüneteit, amit már a középkorban leírtak, azóta se változott. No, de itt megyek el orvoshoz, mert betegség tudatom van. Te jó Isten, szenvedek. Doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Most kérem szépen, tud a doktor olyan pirulát felírni, amitől elmúlik a bosszankodásom? Vagy kitaláltak már arra oltást, hogy megkapom az oltást, és soha többet nem bosszankodok? Ha tudnak ilyenről, szóljanak. Szóval a bosszankodásnak a lezárása nem az emésztő tabletták, nem a savlekötők, és az egyéb emésztés segítő piruláknak a beszedésével fog megoldódni, hanem azzal, ha valóban lezárom a történetet. Nem beszélve arról, hogy a bosszankodás már a konfliktus aktív fázisban is okoz tünetet, főleg, hogyha a gyomor kis görbületét érinti, akkor ez egy tökéletes gyomorfekély lesz. Aztán a megoldásban, az exudatív fázisban helyre tesszük szöveti szinten azt, amit itt, hát hogy is mondjam, a túlélés érdekében magunknak megcsináltunk, és jön az epileptoid krízis, és ez a krízis, ez azért krízis, mert itt aztán a tünetek még jobban felfokozódnak. Elképesztő módon fogunk görcsöket tapasztalni, itt aztán gyomorvérzés is lehet, itt aztán epekrízisem is lehet, besárgulhatok, mert elzáródik az epeki vezető csatorna, ugye, és akkor rögtön rohanok a kórházba, mert biztos fertőző vagyok. Szóval vannak itten nagy-nagy félreértések, no de az epileptoid krízisnek a leszálló ágában, mit ad Isten, elmúlik a fejfájásom. Miért fájt a fejem? Hát kérem szépen, itt az exudatív fázisban mondtam, hogy folyadék gyülem lett a szövetek között, de nem csak ott, hanem agyi szinten is. Ezt látjuk ezen a képen. A két nyíl olyan relére mutat, ahol éppenséggel folyadék gyülem alakult ki, és ettől lett sötétebb ez az alsó relé, itt mutatom körbe, vagy itt jobb oldalt ez a relé. Már látszik, hogy a sötét szín mellett megjelent egy fehér kör, tehát ez pontosan itt van az epileptoid krízis leszálló ágában, megindult a folyadéknak a kiáramlása az agyireléből, szervi szinten, és ebből következik, hogy többet pisilünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Ez egy nagyon, de nagyon jó jel. Nagyon, de nagyon jó jel. Aztán persze nem kéne összekeverni más vizelet ürítési zavarokkal, erről is van webkonferencia, meg lehet nézni. Az epileptoid krízis azért kapta ezt a nevet, mert az epilepszia, ez egy tipikus történet itt ebben a krízisnek a közepén. Ugye tudjuk, hogy eszméletvesztés és izomrángatózás, megfeszülés és görcsös rángatózás. Majd az illető magához tér. A hegesedési fázis az azt jelenti, hogy megint meleg lesz a kezem és meleg lesz a lábam, mert megint csak vagotónia lesz, és már is mondtam olyan szavakat, amit nem értünk, tudom, de amit itt megtapasztalunk azon kívül, hogy meleg a kezem és meleg a lábam, az, hogy megjött az étvágyam, tudok nagyon jól enni és aludni. Enni és aludni. Ez azt jelenti, hogy néhány napunk vagy hetünk van hátra, és teljes mértékben helyreáll a rend a program végére, ha megengedjük, ha nem tesszük tönkre. Szóval mi az, hogy vagotónia? Az, hogy én hogyan tudok a külső tényezőkre reagálni, azt a belső szervezetemnek le kell rendezni, és ehhez van egy ingerlős, egy gátló tényező, mint minden járműnek van egy gázpedálja, meg van egy fékpedálja, tehát itt is van egy olyan
a belső idegrendszerünk autonóm idegrendszer, vagy vegetatív idegrendszer, kinek hogy tetszik jobban, tehát a belső szervek működését szabályozó, akaratunktól függetlenül működő idegrendszer, a konfliktus aktív fázisban abban segít, hogy elérjem a túlélést, a megoldás követő fázisban abban segít, hogy helyreállítsam mindazt, amit én a konfliktus aktív fázisban a túlélés érdekében megtettem. Így tudnám legegyszerűbben összefoglalni, és további részletekben nem mennék bele. Ugyanazt a Hammeri iránytűt látjuk ezen a képen is, mint az előbb, csak most már megértjük, hogy mi történik a konfliktus aktív és megoldás követő fázisban, mert Hammer doktort is ez érdekelte, ugye, mint belgyógyász a tünettannal teljesen tisztában volt, és megfigyelt, hogy vannak hideg meg meleg tünetek az embereknél, és amikor leásott egészen az embriológiáig, amit úgy hívunk magyarul, hogy egyetfejlődés, akkor jött rá, hogy a két fázis alatt mi is történik, és hogy milyen szabály, milyen rend van a biológiában. Nos, itt találjuk a világ legegyszerűbb egyenletrendszerét, mert a túlélés érdekében mit tudok csinálni? Vagy sejtek szaporítását, vagy a sejtek sorvasztását, vagy a működés módosítását fogja a szervezetünk elindítani. Elvégre sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Amikor nem működnek, azt úgy hívják, hogy holttest. De úgy néz ki, hogy most még működünk, tehát minden rendben van, és nem véletlenszerű, hogy mikor szaporítunk, mikor sorvasztunk. Az agytörzs és a kisagy által vezérelt programok mindig sejt szaporítással indítják a programjukat, és a program végére lebontjuk a felesleges sejteket, mert nem tartunk el feleslegesen sejteket. Az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban fordított a rendszer, először sorvasztunk sejteket, aztán a megoldás követő fázisban visszaépítjük a hiányzó sejteket. És az agykéreg képes egyedül arra, hogy működés változással a működést egyszer gátolja a konfliktus aktív fázisba, és a működést helyreállítsa akkor, amikor a programot tényleg lezártuk. Ehhez nem kell egyetemi végzettség, hogy mindezt megértsük. Ezt egy ötödikes diák is megértette egy konzultáción. Tehát ez ennyire egyszerű. A germán gyógytudománynak a nagyszerűsége pont az egyszerűségében rejlik, de pont ezért nem akarják elfogadni az akadémikusok. Mert az akadémikusokat megtanították bonyolultan gondolkodni, és ha valami egyszerű, az már hihetetlen. Kérem, ebben nem kell hinni. Csak vissza kell lépni az embriológiába, és meg kell nézni, hogy mi is történik akkor, amikor megtermékenyül a petesejt. Itt kezdődik minden. Ugye tudjuk jól, hogy a génállomány kiegészül, és elindul a sejt osztódás. Osztódnak a sejtek, osztódnak, és mire beér ez a szedercsíra, a sejttömeg a petevezeték külső harmadából a mély üregébe, mi lesz a lényeg? Átalakul, átrendeződik három csíra lemezé. Na, itt látjuk a csíra lemezeket ezen az ábrán, különböző színekkel jelölve. A belső csíra lemez vagy endoderma sárga színnel van jelölve, a középső csíra lemez narancs színnel, a külső csíra lemez ektoderma piros színnel van jelölve egy metszeti képen. És nagyon jól mutatja, hogy a különböző sejtekből milyen konkrét szervek alakulnak ki. Hát persze nem minden szervet látunk, itt a sárga színnel a tápcsatornát látjuk, a narancssárgánál a csontrendszert, a pirosnál pedig a külső bőrt. Ezek meghatározó szövetek a szervezetünkbe, és azt is látjuk, hogy ezeket milyen idegi központok vezérlik. Tehát itt van a sárga színnel jelzett endoderma belső csíra lemez sejtjeit mindig és kivétel nélkül az agytörzs fogja vezérelni. Nincs más mód. Ami endodermából származik, azt az agytörzs vezérli. Ami a középső csíra lemez régi, tehát archaikus mezodermából származik, azt a kisagy vezérli, és itt látjuk a keresztmetszeti képet. Tehát ha itt most
ezt CT-n nézném meg, akkor ezeket a jobb oldalra kivetített képeket látnánk, persze ez grafikus ábrázolás. A másik narancssárga színű sejteknek az irányító központja itt van az agyvelőben, vagy fehér állomány, kinek hogy tetszik jobban, és az agykéreg, ugye, ami beborítja kívülről az agyállományt, piros színnel van jelölve, az a külső csiralemezből származó sejteket irányítja. Itt látjuk a különböző keresztmetszeti képeket. Vagyis megnyugodhatunk, hogy a biológiánkban rend van, hierarchia van, hál' Istennek, és nem demokrácia, mert ha demokrácia lenne, már az élet kipusztult volna. Itt nincs olyan, hogy valamelyik sejt gondol egy nagyot, és azt mondja, hogy mától nem dolgozok. Itt minden, kérem szépen, rendben működik. Megnyugodhatunk, hogy nincsenek áttétek, mert azok a sejtek, amelyek már egy csiralemezből kialakultak, és egy idegi központ irányítása alá kerültek, képtelenek átalakulni, biológiai képtelenség egy prostata sejtnek tüdősejté átalakulni, vagy csontsejté átalakulni, vagy bármi, amit ilyesmit mondanak. Ha a nyirokrendszerben mutatnak ki úgynevezett áttétet, az teljesen normális dolog, hiszen amikor lebontjuk a felesleges sejteket, azt a nyirokrendszer fogja újrahasznosítani. Ez a biológiai recikling. Ennyire egyszerű. Szóval 86-ot írunk, 1986-ot írunk, és Hammer doktor téziseit egyszerűen nem tudják megcáfolni. Akármit is próbálnak, az embriológia az már egy régóta leírt tudomány. Azt már nem lehet újraírni, mint ahogy azt a megfigyelések alapján leírták. Az embriológiát megfigyelések alapján írták le. Hammer doktor a biológiai törvényeket megfigyelések alapján írta le. És senki nem tudta megcáfolni, nem tudta azt mondani, hogy ez nem így van. Tehát mit lehet akkor csinálni? Hát Hammer doktorból kell hülyét csinálni, el kell mondani mindenféle öngyógyító, sarlatánnak, szektagurúnak, antiszemitának, stb. És akkor lejáratjuk őt a médián keresztül, és akkor az emberek elfordulnak tőle. Kérem szépen, a germán gyógytudomány nem kötelező tantárgy, nem kötelező eszerint gyógyulni, de a gondolkodás szabadságát még nem tudták elvenni, bár nagyon dolgoznak rajta, hogy ezt is befolyásolják. Szóval most akkor eljutunk a következő évben, 87-ben Hammer doktor már meghatározza azt is, hogy kik a mi segítőink ebben az egész csodálatos folyamatban, és mint említettem, ugye a felesleges sejteket lebontjuk. Itt van az agytörzs és a kisagy által vezérelt programokban. A felesleges sejteket a megoldás követő fázisban bontjuk le. Kik segítenek? Hát kérem szépen, a gombák és a gombabaktériumok itt vannak. Ők azok, akik segíteni fognak. Aztán az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban, ahol sejteket sorvasztottunk, vissza fogjuk építeni. Kik segítenek? Hát a baktériumok és a vírusok. Tehát vannak gombák, baktériumok, átmeneti alak a gombabaktérium, amit hivatalosan TBC baktériumnak neveznek, és vannak a vírusok, amelyeknek a meghatározása körül még vannak tisztázatlan kérdések, amiben nem akarok most belemenni. Van a lánykor és a negyedik természettörvényről egy összefoglaló. Ott sok mindenről lehet tudni, és még tudnék hozzátenni újabb információkat. De most az lenne a lényeges, hogy megértsük, hogy ezeket az élőlényeket, mikroorganizmusok, tehát mikroszkópikusan észlelhető élőlények, ezek nem az ellenségeink. Ezekkel mi szimbiózisban élünk. Ha túlszaporodik, mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy túl hosszú volt a konfliktus aktív fázis, nem? De bár. De bár, de bár. De bár, de bár. Ha nem akarnak eltűnni, mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy elakadt a program. És megmutatom, hogy hogyan tudunk krónikus betegségeket elindítani, és évtizedekig fenntartani. Most, hogyha ott tartunk, hogy függő konfliktus aktivitás,
Vagyis nincs megoldva a konfliktus. Látjuk, csupa kék színnel van jelölve, és nem jutottunk el a KM, a konfliktus megoldásáig. Na akkor mit várok? A biológián folyamatosan alkalmazkodik a túléléshez, és folyamatosan teszi azt, amit tennie kell. Vagy sejtet épít, vagy sejtet bont, vagy működést változtat. Tehát egy ellenszegülő ember, ha nem változtat a természetén, és mindenre ellenszegüléssel reagál, nem tudatos, nem. Egy biorobot reagál, szóval ez az ember, ne csodálkozom azon, ha magas lesz a vércukorszintje. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A függő gyógyulás az, ami aztán teljes mértékben tönkre tudja tenni a szervezetünket. Ez egy programozott tönkretétel. Miért? Mert látjuk, hogy elhúzódik a megoldást követő fázis, hosszan-hosszan, és akkor az, ami ott történik, az kerül túlsúlyba. Tehát lehet, hogy sejtet építettem a konfliktus aktív fázisban, de a megoldásban a sejtek lebontása jut előtérbe. És egyre többet bontok, rontok, fennmaradt a gyulladás, és a végén rájövök, hogy már kevesebb pajzsmirigy sejtem van, mint volt. És az eredeti túlműködés az átment alulműködésbe. Ez már hipotireózis lesz. Miért? Mert még mindig nem zártam le érzelmileg azt a bizonyos konfliktust, amit elindítottam a pajzsmirigy programmal. Lásd a pajzsmirigyről szóló webkonferencia előadást. És jön a policiklikus lefolyás, ami arról ismerhető fel, hogy vannak jobb időszakok. Tehát vannak időszakok, amikor én nem vagyok beteg, amikor jól érzem magam, aztán megint beteg vagyok, megint nem. Megint igen, megint nem. Hát ez így legalább mindig mondom, hogy nem unalmas, változatos. És akkor szidjuk a parlagfüvet, szidjuk az időjárást, a frontokat, meg mindent, ami külső tényező, holott honnan indult el az egész. Kívülről vagy belülről? Akkor hol kell ezt rendbe tenni? Kívül vagy belül kell rendbe tenni? Tehát értsük meg, hogy a dolgokat mi indítjuk el, és mi is fogjuk helyre tenni. De csak akkor, mondom, csak akkor, ha hajlandóak vagyunk egy másfajta gondolkodással, egy másfajta életet élni. És itt jön be az, amiről egy külön előadást tartottam, a szokásainkról. Mert a szokásaink miatt nem emlékszünk a konfliktusra. Ezért nem találom a konfliktusomat. Mert van egy szokásom, hogy ellenszegülök. Van egy szokásom, hogy mindentől szarul érzem magam. Van egy szokásom, hogy ha megbántanak, akkor duzzogva bemegyek a sarokba, hagyjatok békén, és ott ülök magányosan. És csodálkozok, hogy begyűjtöm a vizet, és köszvényes a lábam. Mert képtelen vagyok kiugrani ebből a helyzetből. És akkor a gyógyuló programhoz majd hozzáteszik a rengeteg vizet. Ezt majd úgy hívjuk, hogy köszvény. Tehát a csodálatos ebben az egész tudományban, hogy visszaadja a betegnek a karmesteri pálcát. Ő fogja a betegségéből való gyógyulást irányítani. Én egy másik kottát tudok mindenkinek odaadni, egy új partitúrát. Játsszuk másképp az életünket. Ne félelemmel, hanem örömmel. Mert a félelem megbetegít, az öröm meg meggyógyít. Tehát a kérdés csak az, hogy élsz, vagy félsz. A ötödik természet törvény, 94, ez egy csodálatos dolog, mert ez tényleg egy ötödikes diák is felfedezi, sőt, hány éves is az? Kicsi srác, másodikos gyerektől. Kérdeztem, nézd ki az ablakon. Mondd meg nekem, te drága, szerinted a madarak, a bogarak, a nyuszik, a rókák kint az erdőbe miért küzdenek minden nap? Hát, hogy életbe maradjanak. Egyetértünk? Kell ehhez állatkísérlet? Statisztika? Szerintem nem. Na most, ha minden állat a túlélésért küzd egy életen át, mi is, mint biológiai lények, amit mondtam, mint az a 4%. Ugyanezt csináljuk. Meddig? Ameddig félelemben élünk. Amíg nem jövünk rá, hogy kik vagyunk mi valójában. De ha minden,
minden a túlélésért van, akkor végre megnyugodhatnánk. Megnyugodhatnánk. Akármilyen tünetem van. Fél oldalra lebénultam, fél oldalra megvakultam. Éppenséggel rángatóznak az izmaim. Vagy rettenetes hányingerem van, vagy elkapott a cifra. Bármiha van, fel tudnánk fogni, hogy ez épp a gyógyulásnak a tünete? Ezen lehet segíteni, nem kell szenvedni. Van terápiáról két előadás is, hogy mit kéne tenni. Mit jelent a terápia a germán gyógytudományban? Tessenek megnézni. De megnyugodni azt jelenti, hogy nem indítok el következmény konfliktusokat. Mert ha én nem bírom elviselni, hogy hogy fáj a csípő ízületem, ezzel már benne maradtam a mókus kerékbe. Innentől kezdve ez a csípő ízület folyamatosan fájni fog. Ha én szarul érzem magam attól, hogy a székletem nem úgy megy, ahogy kéne, akkor már el is akasztottam a gyógyulást. Ja, igen. Miért akad el a gyógyulásunk? Erről is van előadás. Tessenek megnézni. Nem folytatom tovább. Akit érdekel, az időt fog arra szánni, hogy mindezt, az egészet logikusan átvegye, és hozzon egy döntést, hogy utána egy másfajta életet fog kezdeni. És hogyha ez így mind igaz, akkor miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Ugye mindenki felteszi ezt a kérdést. Hát pontosan azért, mert nem ez a célja a gyógyszeriparnak, hogy a beteg csak úgy magától minden gyógyszer nélkül meggyógyuljon. Az a célja, hogy krónikus gyógyszerszedésre ítélje. Mert elhitetik velünk, hogy gyógyíthatatlan, hogy ismeretlen, hogy genetikai, hogy autoimmun, stb., hogy rossz indulatú, és hogy nincs más. Ha a gondolkodásunkon változtatunk, akkor fog minden megváltozni, különben marad minden a régi. Szenvedhetünk tovább tudományosan. A Nagyszombati Egyetemen 98-ban, érdekes, szeptember 11, itt van a dátum, elismerik Hámer doktornak a téziseit, mégpedig egyetemi szinten. Persze a Tübingeni Egyetem, amit a bíróság arra kötelezett ítélettel, hogy vizsgálja felül Hámer doktor téziseit, lazán kijelenthette, hogy nem kíván ezzel foglalkozni. Mondom, bíróság hoz egy ítéletet, és nem hajtják végre. Nos, akkor miről beszélünk? Arról, hogy ha Hámer doktor téziseit bevezették volna már 86-ban, amikor a négy természettörvényt felismerte, akkor már én sem ezt a medicinát tanultam volna, amit tanítottak nekem, de hála Istennek az életem úgy alakult, hogy ezt mind megismertem, és azért léptem ki a rendszerből, mert nem vagyok hajlandó mást szolgálni, mint a betegnek a javát. A konfliktus típusokat megtaláljuk Hámer doktornak a tudományos táblázatán. Itt van a hátam mögött egy 1x20x160-as táblázat, távirati stílusban, német precizitással, ott van egy-egy mondat, mi történik a konfliktus aktív megoldás követő fázisban, hol van az idegi központ, a Hámeri góc, és nagyjából mi a konfliktus, a DHS. Nos, a sárga színnel jelzett oszlopban természetesen, hogy a belső csíralemezből származó sejtek értelmes biológiai különprogramjait fogjuk megtalálni. Ezt ugye tudjuk, hogy az agytörzs irányítja. És mivel foglalkozik az agytörzs? Az egyszeri túléléssel. Nos, akkor tessenek mindig tisztázni, bármilyen bosszankodás is fellép az életünkbe, hogy a túléléshez nem kell más, csak levegő, víz, táplálék, fény és hang. Az összes többit a nagyokos agyunk találja ki. Remélem mindenkinél van levegő, víz, táplálék. Meg kép, meg hang. Hogy hallható legyen, amiről beszélek. Ha szaggatott a közvetítés, tessenek a videóra rákattintani, kikapcsolni, és ott annál a szemnél, és akkor a hang továbbra is megy, meg a közvetített
fólia, mármint előadás. Szóval ennyi kell a túléléshez. És mit csinál a magány? A magány pont azt csinálja, hogy begyűjtjük a vizet a szervezetünkbe, és ez az, ami megöl minket. Minden létező biológiai különprogramban a magányosság, az elhagyatottság, a meg nem értettség, az egzisztenciális konfliktus mindig-mindig súlyosbítja, sőt, véglegesíti a helyzetet. De, mint mondtam, levegő, víz, táplálék. Remélem, hogy ennyivel mindannyian rendelkezünk, és ebből adódóan nem fogunk egzisztenciális konfliktusokat sem elindítani. Nos, a táblázat alján, a sárga oszlopnak az alján a sima izomprogramokat is megtaláljuk, az egy külön történet. A narancssárga oszlopnál ugye a kisagy és az agyvelő által vezérelt programokat fogjuk megtalálni, felül a kisagy, alatta pedig a fehér állomány vagy agyvelő által vezetett programok. Ugye a kisagy a régi mezodermális sejteket irányítja, vélt vagy valós támadásokra fog reagálni, vagyis sejtet építeni a hozzátartozó szövetekben. Vélt vagy valós támadás, mert mi a lényeg? A félelem, kérem szépen, attól félek, hogy megtámadnak. Ez a probléma, attól félek, hogy rossz híremet keltik, bemocskolnak. Attól félek, hogy mi lesz az én szeretett gyermekemmel Angliában, ez a gondozási konfliktus, tehát túlzásba viszem az aggódást, és ennek az ellentéte az állandó vita veszekedés. Na, ez mindig az emlőmirigyet fogja érinteni. A bemocskoltság és támadási konfliktus pedig az írhának a többi szöveteit. Lásd az erről szóló előadást, mert ezt is összefoglaltam külön. Tudnunk kell, hogy a kezűség kérdése biológiai kezűségről szól, és nem arról, hogy kezes kell legyek egy hitelfelvételnél. Ez egy teljesen más történet. A biológiai kezűség szerint mindenki vagy jobb, vagy balkezes. Taps teszt eldönti, illetve a kapott biológiai válaszok hajszál pontosan eldöntik. Taps teszt nélkül, hogy kinek milyen problémája van. Akinek a jobb mellében fut egy program, egy akármilyen program, jobb mellében, és neki a vitája, veszekedése, vagy az aggódása a párjával kapcsolatos, akkor ő jobbkezes, mert jobbkezesnek jobb oldalt van a partner oldal. Mindenki partner, aki nem az anyám és nem a gyermekem, meg hát nem én vagyok, ugye? Az azt jelenti, hogy a jobbkezesnek a jobb oldalon a partner oldali tünetek jelennek meg, bal oldalon viszont az anya-gyerek önmaga által gerjesztett félelmeknek lesz a szervi megnyilvánulása. Balkezesnél fordítva, tehát balkezesnek bal oldalon lesznek a partner tünetei, jobb oldalon az anya-gyerek önmagával kapcsolatos tünetei. Mondom, mindenki partner, aki nem az anyám és nem a gyerekem. De ki az én anyám? És ki az én gyermekem? És ez az, ami rámutat arra, hogy túl a biológián, nem a genetikai származás az, ami fontos, hanem a kötődés, az érzelem, a szeretet. Ki az, akit úgy szeretek, mintha az anyám lenne? Ez fogja eldönteni, hogy az anyai oldalon kivel kapcsolatos konfliktusom jelenik meg. Ki az a gyerek, akit úgy szeretek, mintha a saját kölyköm lenne? Lehet, hogy leasingeltem az árvaházból, de úgy imádom, mintha az enyém lenne. A vele kapcsolatos konfliktusom gyerek oldalon, anya-gyerek önmagam oldalon fog elindítani valamit. Na tessék akkor egy kicsit gondolkodni, hogy miről szól a genetika. Nagyon szép összefüggéseket leírtak, de már Zeisel doktor is elmondta, hogy a genetika az nem egy kőbe vésett tudomány. Az csupán egy lehetőség. És a lehetőséget mi fogjuk előhozni? Mi fogunk hatni még a genetikánkra is, és mi fogjuk tudni azt is átírni természetesen lélek, agyszerv szinten. Ez ennyire egyszerű. Aki nem hiszi, nézze meg
a Bruce Liptonnak az előadását weblapon elérhető, a hit biológiája, és akkor rá fogunk jönni arra, hogy kik vagyunk mi valójában, és hogyan tudunk az anyagra hatni. És akkor most nem akarok mélyebben belemenni a világegyetembe és a rezgésekbe, mert maradjunk még a biológiánál, de már ez is egy megdöbbentő dolog, hogy a szeretet fogja eldönteni, hogy ki az én anyám és ki az én gyermekem. A kezűség kérdése nem csak a narancssárga, tehát a mezodermális programokra, hanem az ektodermális programokra is vonatkozik. A narancssárga oszlopnak a második részében tehát az agyvelő által irányított programok vannak. Tessék felírni a következő egyenletet. Önleértékelés egyenlő önpusztítás. Az önleértékelés alatt nincsenek tüneteim, de a megoldásba fájni fognak a csontjaim, az ízületeim, az izmaim, az ereim, a kötőszövet és a zsírszövet soha. Mert kérem, a zsírszövetre szükségünk van, de ezeket mindig először bontjuk, utána visszaépítjük. Az ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja, ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, a birtokkonfliktusok plusz azok, amelyek a birtokzónán kívüli konfliktusok, mindjárt megértjük, hogy miről van szó, mutatok hozzá egy térképet. És ide tartoznak a működésváltozások, ezt látjuk a táblázatnak az alsó részében, amit most bekarikáztam. Itt tehát nem bontok, nem építek sejteket, viszont működést blokkolok. Na most a kérdés tehát mi, hogy miért élünk meg konfliktusokat, hogyan tegyük feleslegessé. Nyilván, akit ez érdekel, erről is kap webkonferencia előadást. Az evészavarokról az akadémikus gondolkodás, hát itt most azért hoztam be, hogy lássuk, hogy hogyan gondolkodunk akadémikusan, hogyan tanítanak minket. Hogy többféle tényezőnek van szerepe? Igen. Hajlamosító faktorok, például gyerekkori kövérség, a családban előforduló hasonló zavarok, vagy a karcsúság ideál szerepe. Na most ezek a hajlamosító faktorok vajon nem viselkedési mintákat fognak kialakítani? Nem ez lesz az, hogy már a gyerek egy olyan környezetben nő föl, ahol az ideál, ahol a standard az, hogy hogy kell kinézni, mert a külsőség számít, hogy a családban mit lát, mert azért egyezünk meg, hogy a gyerekek nem örökölnek semmit, viszont Réka, mit csinálnak a gyerekek? Programokat, viselkedési mintákat másolnak. Egyetértünk? Gyere, gurulj ide közelebb. Begurulok közelebb. Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok. Remélem, hogy engem is jól lehet most hallani. Hát fogom a fejem kereszt, mert egy nagyon nagy kérdést tettél fel, egy olyan témát dobtál fel, amiről napokat tudnék beszélni, igyekszem most nagyon rövidre fogni. Az útmutató az egészséghez című könyvünkben, a falat konfliktusok margójára című részben hosszasan írtam arról, hogy milyen kapcsolódási pontjaink vannak az étellel, az étkezéssel kapcsolatosan. És ugye hajlamosító faktoroknak nevezik ezt akadémikus orvoslásban, akadémikus gondolkodás szerint, hogy ha a gyereknek kövér a családtagjai, tehát kövérek a szülei, akkor a gyerek is ilyen lesz, ha már gyerekkorban voltak ilyen problémája, akkor ez kitartja egész élete végéig. Nyilván vannak bizonyos statisztikák, megfigyelések, amelyek vagy igazak, vagy nem, de én szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy nem a statisztikáknak szeretnék megfelelni, és szerintem ti sem, vagy önök sem a statisztikákat szeretnénk javítani, vagy rontani. Igen. A hajlamosító tényezők azokat ne vicceljük el, mert valójában viselkedési mintákat másolunk. Ha azt látom, hogy nálunk az ebéd az ott kezdődik, hogy öt fogást végig kell lenni. És közben végig veszekedünk.
Hát igen, mert zömében az asztal körül zajlanak az életünk legfontosabb részei, tehát akár a születésünk megünneplésétől a halottitól mindig, minden egyes alkalomkor eszünk. Tehát milyen jókat lehet veszekedni egy karácsonyi asztalnál? Akár ez is, de ugye a húsleves fölött azért illik valamit mormogni, vagy valami. Hadd fejezzem be ezt a gondolatot a hajlamosító faktorokkal, hogy a gyereknek az az étkezés a normális, amit az anyukájától kap. Hát igen. És azt gondolja, hogy ezt így kell tenni, és így kell enni. Igen. És nagyon izgalmas az, amikor ezeket a mintákat egy picit megfigyeljük, hogy vajon miért kell azt, tegyük fel a kérdéseket, hogy miért ez, és miért nem lehet ezen változtatni. A gyermekkori kövérségnek az előnye, hátrányát én nem taglalnám, de gondoljunk csak arra, hogy például az én nagyszüleim még a nagy szegénységben, a nagy éhínségben éltek, és számukra az volt az elfogadható, vagy az volt a jó, ha csüngött a hasunk, vagy hálásak voltunk, mi unokák. Picit fogytunk, akkor már rögtön mondták, már rosszul nézek ki. Nem lehetett visszautasítani ételt. Hát azt nem. Mert az nagymamám szerint egy szinte sértés volt, tehát azt a szót, hogy nem vagyok éhes, valami soha nem hallotta meg. Valószínű, hogy másokkal is így van ez. Vagy az a kondicionálás, hogy neveljük a gyerekünket, hogy ha megeszed az egészet a tányérodról, akkor megkaphatsz süteményt. És itt azért rengeteg büntető jutalmazó elv van. Az étkezéssel kapcsolatban ne felejtsük el azokat az élményeinket, amelyek különböző ételekhez kötődnek. És itt azért a sínekről is lehetne beszélni. Hát igen, rögzítjük a síneket már gyerekkorból, és akkor csodálkozunk, hogy semmi nem változik. Így van, és a csokoládé, meg az édes ízeket kedvelő gyerekek, ezek felnőtt korban is szeretni fogják az édes ízt. Igen. Náluk itt az édesség az, ami jutalomként rögzül, hogy ha jó voltam, akkor megérdemlem az édeset. Én például inkább sós ízekre vágyom, sósabban táplálkozom, mert nekem a sós ételek voltak a jutalmak, a sonka, a mogyoró, a sós túró. Na végre megértettem. Nekem ezek voltak a jutalmaim, és ezek azok a dolgok, ezek azok az ízek, ezek azok az élmények, amelyeket rögzítünk. És hogyha ezeket rögzítettük, hogy ha akkor boldogok voltunk, akkor jók voltunk, akkor szerettek bennünket. Milyen jó ezeket újra enni, mert megint boldog vagyok. Mert egy picit magamat is szeretem ilyenkor, hogyha megjutalmazom magam is, hányszor jutalmazzuk meg magunkat különböző falatokkal. Nem feltétlenül a táplálkozási témáját kellene, vagy a tárgyát kellene újrakezdenem. Tehát nem feltétlenül a táplálkozás tárgyát, vagyis magát az ételt kellene megvizsgálni, hanem azt az érzést, amivel ezt magamhoz veszem. Kiváltó tényezőként a családi feszültségek, válás fenyegetettsége, a szülőkkel való kapcsolódásban megjelenő bonyodalmakat is érdemes itt kidomborítani, mert nagyon izgalmas az, ahogyan bizonyos helyzetekben az étel előkerül, vagy úgy, hogy csapkodjuk a földhöz a tányérokat. Láttam már repülő galuskát is, meg hallottam erről, hogy veszekedés közben kiborítjuk az ételt, hogy na akkor nem eszel, akkor kidobom. Tehát vannak olyan helyzetek, amelyekben a feszültség szemtanulja maga az étel. És itt van családi feszültségek. Így van, és érdemes lenne egy picit felülvizsgálni, és nekünk kettőnknek van egy ilyen bevezetett szokásunk, hogyha valamit meg akarunk beszélni, és valami komoly témát, ami feszültséget kelt, akkor soha nem étkezés közben vagy rögtön utána, hanem megtaláljuk azt az időpontot, amikor
a beszélgetés az nem fog kötődni semmilyen ízhez, ételhez. És vannak olyan betegség fenntartó tényezők, ezt nagyon tetszett, ahogy kiírtad, Karesz, amelyek már egy kicsit stabilizálják a kialakult zavart, az alultápláltság része, de alultápláltságról nagyon nehéz 2021-ben beszélni, de mégis jellemző. Jellemző, és vannak olyan fel nem oldott félelmek, amelyek végül alultáplálsághoz fognak vezetni, ez is szóba fog kerülni. Azt gondolnánk, hogy ekkora választék, ekkora bőség, mint ami most van 2021-ben, ez szinte kizárja az egyoldalú vagy a táplálkozást, vagy az alultápláltságot, de mint kiderül, nem, mert sajnos hiába van bőség, a bőség zavarával küzdünk, de ugyanígy a konfliktusok terén is. Ajaj. Mert egyre több mindent kötünk össze az étkezéssel, és ha megnézzük annak az étkezésnek a minőségét, hogy leülünk-e, megterítünk ehhez, megteremtjük azt a környezetet, amiben maga már az együttlét is öröm, kiülünk mondjuk a kerti filagóriába, és együtt táplálkozunk, és örülünk annak, hogy meg tudjuk osztani az ételt egymással. Na, ezekben az esetekben nem lesz ételallergia. Én veszekszem, morgok, a munkából rohanva hazajövök, még ideges vagyok, zavaró tényezők garmadát látom magam körül, de már annyira éhes vagyok, hogy nem bírom tovább. Ezekben a pillanatokban a magamhoz vett tápláléknak maga az elfogyasztása is okoz feszültséget, mert nincs idő menni például. És itt van az, hogy szexuális zaklatás, vagy szexuális kudarcok hogyan befolyásolják az étkezésünket. Ez így abszolút első hallásra összefüggéstelennek tűnik. Hát nekem a cukros bácsi jutott eszembe erről, amiben ott az étkezés. Van cukros bácsi. Te mire gondoltál? Na, szóval itt arról megtudjuk, mert hiszen éppen ez a szép benne, hogy az akadémikus gondolkodás egy csomó mindent megfigyel, aztán ezt becsoportosítja, statisztikát csinál belőle, és utána már statisztikákban gondolkodik. De hogy miért van az ott? Na, ezt fogjuk megérteni, ha elkezdünk a germán gyógytudománnyal foglalkozni. És megnézzük ezt az agyi térképet, amiről most, ha megnézem az órát, holnap estig folyamatosan tudnék beszélni. De most csak annyit ragadok ki belőle, amennyi a mai téma megértéséhez szükséges. Szóval a lényeg az, hogy az agytérkép szinten, amint látjuk, van nőies és van férfias birtokzóna. A birtokzónáról mindjárt lesz egy külön kép, de csak hogy megértsük, a 6-ostól egészen a 12-esig, illetve, bocsánat, a 4-estől, itt van, 4-estől a 12-esig, és a 2-estől a 11-es reléig. Jegyezted be. Ja, 3-ostól, jó, nem apró betű, igen. 3-ostól a 11-es, hányos ez a 11-esig, az összes relé ide tartozik. Vagyis van középen két szép nagy relé, a 7-es és a 8-as, fölötte meg alatt a 2-2, így nem fogjuk elrontani az egészet. Leveszem, amit rárajzoltam, hogy azért látható legyen. Az agykérlekben, ugye, mint mondtam, vannak birtokzónák, és a birtokzónán kívüli dolgok, azokat majd mindjárt kiveszem, mert ezek most itt nem játszanak szerepet, és ugyanakkor a birtokzónán belül ez a nagy relé, ez pontosan a szexuális központ. A női birtokzónának a közepén van a szexuális relé. Tehát a szexuális zaklatások a hölgyeknél, jobbkezes hölgyeknél ide fognak becsapódni. A balkezeseknél viszont a túloldalra fognak becsapódni, ami már férfias birtokzóna, és itt mindent megváltoztat. Nem tudok teljes részleteibe belemenni a konstellációk tagdalásának, de ez a történet viszont arra, vagyis ez a térkép arra jó, hogy megértsük, hogy az egyes konfliktusok becsapódása
milyen viselkedés változást fog létrehozni. És mindaz, amiről beszélni fogok, viselkedés változás, az ebben a könyvben tökéletesen látható, le van írva. Te is azért mentél? Igen. Én már készültem, igen. Tehát a bulimiáról és az anorexiáról ebben a könyvben részletesen olvashatunk, de hát most meglátjuk kivetítve és magyarázatokkal, hogy miért történik minden úgy, ahogy történik. Azt tudnunk kell, hogy ha agynak bármilyen szinten beszélünk, a két oldalán megjelenik egy-egy konfliktus, akkor az viselkedés változáshoz fog vezetni. Tehát látjuk itt az agytörzsi szinten a két relét. Ha a két relé egyszerre van konfliktusaktív fázisban, akkor ez viselkedés változáshoz fog vezetni, vagyis ennek az embernek olyan zavarodott lesz a gondolkodása, nem tudja, hogy hol van, nem tudja, hogy milyen évszak, vagy milyen hónap, vagy milyen nap van, nem ismeri fel a környezetét, azokat, akikkel együtt él, mert konsternált állapotban van. Ez az agytörzsi konstellációnak a lényege. Akinek kisagyi szinten van konstellációja, tehát anyagyerek és partner oldalon is megélt mondjuk egy-egy aggódást, vagy vita veszekedés, teljesen mindegy, tehát ezen a két ponton, ami kék színnel be van jelölve, aktív fázisban van két futó konfliktusa, ez viszont teljesen kiégett érzelmi állapotot fog mutatni. Ez lesz az ember, aki mint egy munkamániás dolgozik a többiekért. Az agyvelői szinten itt látunk egy kék és látunk egy lila csillagot bejelölve, a megalomán konstelláció fog kialakulni, vagyis amikor az önleértékelést anyagyerek és partner oldalon is megélem, akkor ennek a következménye az lesz, hogy a saját hajamnál fogva húzom ki magamat abból a helyzetből, amiben éppen vagyok. Tehát pont a fordítottját fogom én gondolni a valóságról, mint ami van. Tehát ha lelkiismeret furdalásom van anyámmal kapcsolatosan, mert valamit nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, és még a partner oldalon is egy barátommal, a házastársammal, a munkahelyemen, teljesen mindegy, hogy milyen, kiről van szó, de partner oldalról, az, ahol szintén megélem azt a bizonyos lelkiismeret furdalást, akkor a lelkiismeret furdalás átváltozik, és azt fogom magamról állítani, hogy én vagyok anyámnak a kedvenc gyereke, a legjobb gyereke, és én vagyok talán a legjobb férje a világon, vagy a legjobb munkaerő a vállalatnál. Vannak ilyen emberek, akik a megalomániát más szinten is megélik, tehát mondjuk a két csipőízület, aminek a lényege, hogy nem bír valamit elviselni, és utána azt fogja állítani, hogy ő az ő hátán fát lehet vágni, ő mindent képes elviselni. Stb. Stb. Erről is van webkonferencia előadás, csak felfrissítem az élményeket. És aztán itt van az agykéreg, itt láttunk két relét bejelölve, az egyiket itt, a másikat meg emit. Tehát itt jön be az, hogy férfias vagy nőies birtokzónáról beszélek, és ha mindkét oldalon van egy-egy megoldatlan konfliktus, akkor itt teljesen más szabályok fognak érvényesülni. Itt már be fog jönni ugye a mérlegszabály, és ennek a lényege abban rejlik, hogy a konfliktusoknak a sínre kerülése eldönti, hogy milyen lesz a hangulatom. Hogy befele forduló, depresszív lesz a hangulatom, vagy egy mániás, férfias viselkedésem lesz. Tehát a birtokzóna egy kivételes rendszer, ezt ne felejtsük el, és itt a mérlegszabályok a második konfliktus becsapódásánál jönnek be, és nagy szerepe van a szexualitásnak, ugye a férfi-női megkülönböztetésnek, és még a hormonális állapotnak is. Szóval ettől gyönyörű ez az egész, hogy ennyi feltétel befolyásolja, hogy mi is lesz a végeredmény.
A birtok konfliktusokról van egy külön webkonferencia előadás. Ebből most csak annyit szeretnék kiragadni, hogy tisztázzuk, hogy milyen konfliktusok csapódnak a női és a férfias birtokzónákban, és hogy hogyan történik az egyes konfliktusok becsapódási sorrendje. Tehát akár kislány, akár kisfiú az első birtokzónás konfliktusát a saját nemében éli meg, a jobbkezes kislány a szexuális, első szexuális konfliktusát megélve becsapódik ide a szexuális konfliktus relébe, és nem jön meg a menstruációja a jobbkezes kislánynak 12 éves korában, majd csak 14-15-16 évesen, amikor is már egy másik konfliktus a túloldalra becsapódott. Tehát innentől ennek a kislánynak kialakulnak a fiús vállai, és megváltozik a viselkedése. Miért? Mert lezárt a nőies oldal, és hogy fog viselkedni? Fiúsan fog viselkedni. Tehát már nem tartja rendben a szobáját, focizik, kirándul, biciklizik a fiúkkal, és egy anyukának ezt illene észrevenni, hogy valami történt a gyermekemmel. Ez a jobbkezes kislány története. A balkezes kislánynak ugyanaz a szexuális konfliktusa a férfias birtokzónába csapódik be, ezt hívja a Hammer doktor lóugrásnak, ugyanis nagyon szeretett sakkozni, és hogyha a férfias viselkedése zárul le, akkor hogy fog ő viselkedni? Nagyon is nőiesen, ez lesz az endogén depresszió, magába fordult, teljesen elcsendesült kislány, és megjön a menstruációja már 11 éves kora előtt. Már 11 éves kora előtt, ha megjön valakinek a menstruációja, ugye, akkor nagy valószínűséggel balkezes kislányról van szó. Jelzem, találkoztam olyan balkezes kislánynak, kislányal, akinek 12 éves koráig már 3 szexuális konfliktusa is volt. Tehát mindig az egyedi történetek elemzése fogja eldönteni, hogy hol tartunk. Nos, a balkezes kislánynak az első konfliktusa miatt nem lesz még férfias a válla, de depressziós lesz, ezt hívjuk endogén depressziónak. Mi van a jobbkezes fiúkkal? A jobbkezes kisfiúnak az első konfliktusa, neki birtok konfliktusa lesz, az ide a birtokzónába, a birtokvesztés relébe csapódik be. Mit jelent ez? Lezár a férfias oldal, és hogy fog viselkedni, mint egy kislány. Vagyis az anyuka nem engedte ki őt a fiúkkal játszani, elvesztette a rangját, a beosztását abban a bandába, ahova ő tartozott, és innentől a viselkedése kislányos lesz, most már rendbe tartja a szobáját, és anyukának a szoknyája mellett ül, és az ő kedvét lesi. És lehet, hogy a kisfiú már 60 éves, és az anyuka meg 82 éves, de még mindig anyuka kedvében jár, és anyukának az intelmei fontosabbak, mint a házastársnak az intelmei. Ugye néhányan megértik, hogy a férjük miért úgy viselkedik, ahogy viselkedik. A balkezes fiúnak, ugyanúgy, mint a balkezes kislánynak, az ellenkező oldalra csapódik be az első birtokvesztés konfliktusa, vagyis őnála a kiegyenlített viselkedésből a nőies oldal teljesen lezár, kétszer olyan férfiasnak fog tűnni, mint amilyen, de ez csak egy ilyen nem egy alfa férfi viselkedése, hanem ahogy Hammer doktor nevezi, egy macsó, homoszexuális viselkedés, ugyanis az első pofon után elszalad, és nem egy alfa férfiként fog viselkedni. Részleteket nyilván mostan nem kifejezetten és csak a birtokzóna részleteit szeretném elmondani, csak bevezetőként azért, hogy megértsük, hogy lesz olyan a továbbiakban, hogy a konfliktus átugrik a túloldalra, vagy balkezesnek nem ott jelenik meg, mint jobbkezesnek, hogy ezt az egészet így megértsük. Tehát itt
A kezűség meghatározza, hogy hova csapódik be az első konfliktus, jobbkezes, balkezes, a nem, hogy férfi vagy nő, és a második konfliktus becsapódásakor bejön a mérleg szabály, vagyis az a konfliktus, amikor már mind a két oldalt van konfliktus, itt is, meg itt is, az a konfliktus, ami súlyozottabb lesz, ami éppen sínre kerül, az azt jelenti, hogy az az oldal lezár, és a másik oldali viselkedés fog érvényre kerülni. Na, egyszerűbb lesz az egész, ha példát mutatok, és itt van az anorexia, vagy étvágytalanság, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy itt látjuk a bosszankodást. Azért írtam ide, hogy birtok bosszankodás nélkül nem alakul ki ez a konstelláció. Ez a kék csillag itten jobb oldalt, ami becsapódott a férfias birtokzónába, ez a birtok bosszankodásnak a reléje. És ugye minden bosszant, ami nem úgy történik, ahogy én szeretném, amikor már a rivális a birtokomon belül van, és csapja a szelet a házastársamnak, az egy kicsit bosszantó szokott lenni. Nem, de bár. Válasz az, hogy de bár, de bár. De a rivális lehet egy fiatal munkaerő a vállalatnál, aki osztja az észt, hogy ő jobban tudja, mint az, aki már 20 éve ott dolgozik. Bosszantó lehet, természetesen, de bosszantó lehet a szomszédnak a hegyi tangója, bosszantó lehet a polgármesterem, a politikai helyzet, a nem tudom én, mindenen tudunk bosszankodni, és ez mind ide ebbe a kék csillaggal jelölt relébe fog becsapódni. Na ez itt az alapkérdés, mert bosszankodás nélkül nincs anorexia vagy étvágytalanság. Amint látjuk, a másik oldalon előfordul a rémületfélelem, a szexuális konfliktus, az identitás konfliktus és a terület kijelölési konfliktus. Ezek tartoznak a nőies birtokzónába, és hogyha valamely másik még a túloldalt nincs feloldva, vagy sínre kerül, akkor megtörténik, ugye kialakul az étvágytalanságnak, az anorexiának a tünete. Vagyis ez az ember már le van fogyva, de az egész élete arról szól, hogy hány dekát ehet, és hány dekát nem evett. Egyfolytában edzésekre jár, gyötri magát, hogy nehogy egy dekát is magára szedjen. Igaz, hogy csontsovány, tiszta vézna, de a gondolkodása az evés körül forog, hogy mi mindent nem ehet. Ezek extrém diétákat szoktak betartani, és mikor lehangolt az ő viselkedésük? Na vajon mikor lehangolt? Akkor, amikor a bosszankodás kerül sínre, ugye, akkor lezár a férfias birtokzóna, és lehangoltak lesznek ezek az egyének, legyen szó férfiről, vagy legyen szó nőről. Teljesen mindegy, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, a történet ugyanaz. Nos, mikor a női birtokzónában, tehát itt a másik oldalon kerül sínre egy történet, akkor nyilvánvaló, hogy a viselkedése ilyenkor már mániás lesz. És kérdés, hogy mi kerül sínre? Mert ha van egy szexuális konfliktusa feloldatlanul, és ott van még a bosszankodás, akkor innen érthető lesz, hogy a szexualitás ki fog hatni az embernek a táplálkozására is, ha ez a két konfliktus egyszerre együtt van. Ne feledjük el, hogy a feloldatlan szexuális konfliktus és bosszankodás okozza azt a mérhetetlen menstruációs görcsöt, amitől ezek a nők éveken át szenvednek. Igen, szenvednek tőle, és ha feloldják a kettőből legalább az egyik konfliktusukat, akkor onnantól kezdve ez a görcs megszűnik. A bosszankodás és rágódás 12 biológiai következményéről tartott előadásban ott vannak a megoldások, hogy a bosszankodást hogyan oldjuk föl. Azért nem beszélek róla, mert ez egy sokkal gazdagabb téma, és ez egy külön előadás volt, tessenek feljegyezni és megnézni. Szóval
Nyilvánvaló, hogy lehet ennek az illetőnek, egyszerre még hozzátehetünk egy rémületfélelem konfliktust, és akkor már egy autista konstelláció fog kialakulni. Nem lesz 100%-os autista az illető, mert azért a viselkedésváltozáshoz nagyon erős félelmek szükségesek, amelyek nem lettek feloldva, de a viselkedése autista lesz. És hogyha éppenséggel a rémület félelme kerül sorra, akkor mániásan dolgozni fog, mint egy mérgezett egér. És aztán van egy olyan is, amikor mondjuk, hogy az identitás konfliktusa kerül sínre. És mi lesz ekkor? Na, itt jön az, hogy robbanni fog. Ez az ember agresszív magatartást fog mutatni. És ebben a helyzetben, amikor az ember ideges és agresszív, akkor nem a hűtőt szokta kipusztítani, hanem az agresszivitás arra való, hogy ő önmagát megvédje, és plusz erőhöz jusson a szervezetéből. Majd, ha megnyugszik, majd enni fog. És itt van a területkijelölési konfliktus is, amit persze lehet együtt az identitás konfliktussal, és ezek a dolgok mind befolyásolják az illetőnek az étvágyát, illetve azt, hogy milyen énkép alakul ki önmagáról. Csak hogy érthető legyen, a területkijelölési konfliktus mindig akkor jelenik meg, ha beleszólnak a dolgaimba, ha elpakolják az asztalomról a cuccokat, ide tettem, hol van, miért nem találom, és mindenkinek megvan a saját területe, a férfiaknak a területük, a birtokuk a kerítésen kívül van, ami ugye a munkahelyet jelenti többnyire, de a kerítésen belül azért ott van a garázs, a pince, a szerszámok, az még mind férfias birtok, zonna meg a saját íróasztala, ha van ilyen. A nőknek a területe az, ami a kerítésen belül van, vagyis a fészek királynője mindig a nő, és ezért ő fogja meghatározni, hogy minek hol a helye. Na de ha bejön az anyósa és beleszól a dolgaiba, rögtön szaladni fog pisilni, mert anyuka ne szóljon bele az én életembe. De hogyha megbosszantja, akkor meg agresszív lesz a viselkedése, és gondolkodás nélkül vág hozzá olyan dolgokat, amiből kialakulnak azok az igen szép, kellemes és tartós családi perpatvarok. A szexuális konfliktus az minden, ami a szexualitásról szól, nem feltétlenül szexuális aktus jelent a szexuális konfliktus, azt jelenti, hogy mondjuk a kislány megtalálta apukának a pornólapját a hálószobában, vagy éppen kint a garázsban, ki tudja. Szóval, vagy mutogatós bácsi rémítette, hozott rá frázt, és akkor meg is rémült, itt a rémületfélelem, és szexuálisan is megélte ezt a konfliktust. Na most ehhez nem kell más, csak hazamegy, és ott van az alkoholista apja, aki bosszantja a társaságot, és már is ki fog alakulni nála az anorexia. Tehát sokkal gyakoribb az anorexia kialakulása, mint azt eddig gondoltuk volna, de ha tudjuk, hogy valóban mivel kell foglalkozni, akkor valóban fogjuk tudni azt is, hogy mit tegyünk a megoldásért. A medicinában van egy ilyen kifejezés, hogy anorexia nervóza, tehát ideges étvágy hiány. Igen, ezt leírják, hogy ezek az emberek ugye mind idegesek. Na de tudjuk, ha konfliktus aktív fázisban vagyunk, vagyis feszült idegállapotban vagyunk, akkor eleve nincsen étvágyunk enni. És lefogyunk, ha túl sok félelmet nem oldunk föl. És ez a nő, hogyha az előbb említett konfliktusokról beszélünk, van egy szexuális konfliktus, a fel nem oldva gyerekkora óta, és van egy állandó bosszankodása, akkor félni fog az elhízástól, és lesz egy olyan testképzavara, amit itt az alsó képen látunk, hogy ő csontsovány, de magát kövérnek látja. És mindig elmondom, hogy az ideális testsúlyhoz képest, ha valakin 10% plusz van, azt inkább boldogabban nézzük, mint ha 10% mínusz van. De mi van akkor, ha 15 vagy ennél nagyobb a súlyvesztés? Itt van egy egyszerű képlet, hogy egy mondjuk egy 170 centis lánynak legalább 63 kg-osnak kell lennie. De van egy olyan testképzavara,
hogy ez így nem jó. Mi a vélemény? Hogy miért van az, hogy a nők folyamatosan a divatlapok szerint szeretnének karcsúak lenni, Réka? Hogy mit? Ezt te jobban el tudod mondani, mert azért ez egy női probléma, hogy hogyan azonosulunk a karcsúságunkkal, a testünk állapotával, vagy hogy is mondjam. Kicsit zavarba hoztál, Karesz, hogy az anorexia kapcsán engem ide hívtál meg. Igazán, hál' Istennek rajtad ilyen tünetek nem láthatok, és így vagy tökéletes. Úgyhogy csak szeretném mondani, hogy a férfi embernek azért, ha azt mondják, hogy melyik kéne, kint 10% plusz vagy 10% mínusz van, én a fiúk mind a 10% pluszra fognak szavazni. Szóval alapjában, minden rendben, igen. Alapjában véve nem feltétlenül csak az anorexiáról beszélnék, igen, hanem arról a problémáról, hogy amikor magunkra gondolunk, akkor egyikből a testünk jut eszünkbe. Uh-huh. Hogy amikor azt mondom, hogy én, akkor meg is mutatom, hogy itt vagyok én valahogy. Igen. És a kérdés az, hogy mennyi mindent tudom felsorolni ha arra kérdésre kell válaszolnunk, hogy ki vagyok én valójában. Nagyon gyakran, és az esetek nagy-nagy részében a testünkkel azonosítjuk magunkat. Hogy annak milyen a külalakja, formája, milyen magas, milyen alacsony, mekkora szélessége, hossza, kiterjedése, stb. Amíg csupán csak a testünkkel azonosítjuk magunkat, azon mindig találni fogunk valami, javítani valót, valami, ami nem tökéletes. És emlékszem a tinédzser éveimre, a gündörhajamat mindig ki akartam egyenesíteni. Akkor még nem voltak ezek a modern hajvasaló készülékek, vagy legalábbis én nem tudtam róla. De nem volt ennyire elérhető, mint most, és mindig valami változtatni kellett. És ez a folyamatos Mi nem jó rajtam című gondolkodásmenet főleg a tinédzserekre volt jellemző, és ilyenkor keresgéli az ember az útját, hogy ki ő valójában, keresi a helyét, hogy merre tartson, keresi a társas támogatást, hogy a többiek elfogadják, felnézzenek rá, valamivel ki tudjon tűnni, valamit tudjon képviselni a külalakjával, a külsejével, az öltözködésével, esetleg az ékszereivel, bizsukkal, egyebekkel. És azt látja, hogy ha megfelelő a külseje, akkor elfogadják. És minden, ami a megfelelőtől, vagy az átlagostól, a normálistól bármilyen irányba eltér, az felkelti a figyelmet. És a legnagyobb program az, például kamaszoknál, hogy fogadjanak el, hogy legyek, tartozzak valahová. Igen. És ez a valahova tartozás érzése, ez zömében a külsőségeken keresztül nyilvánul meg, mert ugyanúgy öltözködünk, ugyanarra koncertre elveszünk jegyet, ugyanúgy csákolunk az első sorban. Igen, ugyanaz cuccokba járunk. Ugyanazokba a cuccokba járunk, így van, tudjuk, hogy mi a menő, hogy mi a menő, nem? Ezek a fő kérdések, és akkor ezek a dolgok tartják össze a csapatot, nem? Akár ez is kereszt, de én pont arra gondoltam, hogy ha rajtunk van ilyen vagy olyan cucc, akkor valamilyen helyet kivívunk azon a mikrotársadalmon belül, amit az osztálynak, osztályközösségnek, baráti társaságnak nevezünk. És hát ki nem szeretne a legjobb lenni? És ebben a pillanatban elindul egy verseny. Egy verseny, hogy megőrizzem a társaságon belül kivívott helyem és szerepem, hogy én legyek a legmenőbb, vagy legyek az, aki, ha nem is a legmenőbb, de hogy ne lógjak ki a sorból. És ezek a lánytársaságok zömében nőket érint az anorexia és a bulimia, de ugyanis férfiaknál is megjelenik, tehát ugyanúgy férfiak is szenvednek ezekben a kórképekben, de alapvetően a lányok azok, akiket ez a dolog megcsap. És miért van ez így? Mert keresnek maguknak olyan felnőtt ideálokat,
amelyekkel tudnak azonosulni, akire szeretnének hasonlítani. És 10 éves korban, és most kicsit félve mondom ezt a kamaszkort, mert én azt látom, hogy ez már 10 évestől, akár 30 éves korig is eltarthat, vagy kinél hogy. Tehát ez az átalakulási időszak, amit tínédzserkornak, kamaszkornak tudnánk sablonosan megnevezni, ez az az időszak, amikor a lázadásnak az időszakát éljük meg. Akkor egyértelműen azok, mint a szüleink példát mutatnak, az nem lesz jó, az lesz a ciki, meg ó, anyu, hagyjál már. Meg megint jössz azzal, hogy te persze elfogult vagy, mert én azt mondod, hogy szép vagyok és csinos, de biztos azért mondod, mert az anyám vagy, neked ezt kell mondani. Vagy nem értesz te hozzá, és akkor jön a nagy legyintés. De miért van ez így? Mert ez az az időszak, amikor a saját határainkat próbáljuk meg találni, és próbálunk egy saját egyéniséget kifejleszteni. De mivel a saját egyéniség kifejlesztése az ebben az időszakban, és sajnos később is arról szól, hogy keresek valakit, akihez hasonlítani szeretnék, és megpróbálom a külsőségekben legalább ugyanazokat a jegyeket felvenni, ilyen esetekben kit választ az ember, valaki olyat, akit ismer, akire fel lehet nézni, aki sikeres, aki jól néz ki, akit körbe dobják a fiúk, a többiek is, igen. A többiek, akik partikra járnak, meg a menők. A menők, ja, ez az. A menők. A menők azok, akik megjelennek az újságokban, olvashatunk róla a cikkeket, és nagyon érdekes az, ahogyan ezek az ideálok, ezek a vezéregyéniségek megjelennek a médiában. Elsősorban feltenném azt a nagy kérdést, hogy vajon mitől lesz valaki követendő példa. És hát nem tudok elmenni a téma mellett, hogy celebek. Hát igen. Mert megjelent egy új jelenség, amire én nem tudok még értelmes választ adni. Még én is keresem ennek a hátterét, hogy mitől lesz valaki celeb. Mert és ez én hülyén fog hangzani, de felvállom az én koromban. Tudom, hogy lehet nevetni, hogy azért kellett tenni valamit, legalább énekelni, vagy igen. Mit tudom én. Tehát, vagy úgy tenni, mintha énekelnék, de most már még ez sem szükséges. Elég csúnyán beszélni, extrémen viselkedni, kirívó dolgokkal magunkra vonni a figyelmet, vagy folyamatos ilyen vélemény, háborúkat indítani meg ilyen komment csatákba belebocsátkozni, vagy erotikus fotókat kiposztolni valamilyen oldalra, és akkor már valaki menő. Tehát itt azért a példaképgyár, ami a filmgyár, és a jelenlegi úgynevezett kulturális műsoroknak, vagy úgynevezett, most ezt így nagyon finoman fogalmaztam, szóval ami a médiából özönlik, azok mind olyan személyiségek, amelyek valakinek a véleményét megformálják és megmutatják, nem feltétlenül a sajátjukat. Nos, ezek a személyiségek, ezek mind csinosak, szépek, fittek, karcsúak, állandóan tökéletes a külsejük. Gyakorlatilag az elképzelés, hogy ő az a tökéletes nő, aki mint ahogy az egyik reklámban volt, hogy szélben, hóban, fagyban, napsütésben, gyönyörű frizurával megjelenik. Már az is egy nagyon izgalmas dolog volt. És nagyon gyakran ezek a képek teljes mértékben manipuláltak. Manipuláltak olyan értelemben, hogy Photoshop programmal, filterekkel, szűrőkkel, mindenféle ilyen elektronikai fejlesztésekkel átalakítják, átszabják az arcukat, a külsejüket, és most nem kell orvosi beavatkozásra gondolni, egyszerűen számítógépen ezt meg lehet oldani. És akkor ez hozzájárul a testképzavarhoz? Hadd fejezzem be a gondolatot, igen. Mert pont most szeretnék ide jutni, ha lesz, hogy látnak egy csodálatosan tökéletes, vékony karcsú nőt. Igen. Egy ideált. Egy ideált, ami gyakorlatilag nem is létezik. Igen.
egy olyan alkatot, amit nem a biológia teremtett, hanem eszközök, számítógépes programok. És erre szeretnénk hasonlítani. És mivel ezek túlzottan és eltúlzottan kidolgozott képek, és most nem arról van szó, hogy alapozóval egy kicsit eltüntetjük a szeme alól a táskát, vagy a kiavatlanság pontjait, hanem szó szerinti testátalakító programok vannak, tehát kiválasztjuk, hogy milyen órot akarunk például, igen, vagy milyen vastag csuklót, lábszárat. Ez egy kivitelezhetetlen megoldás, és mindig alul maradok a példaképpel szemben, mert kövérebb vagyok, mert lógatok ám, mert a hasam akkor ilyen. És innen jön az, hogy annyira extrém mintát követek, amit soha nem tudok teljesíteni. És az már attól is félek, ha nagyobb levegőt veszek, hogy az is rajtam marad 20 kilóként, mert pont olyan akarok lenni, mint ő. Tehát éheztetem magam, hogy legalább hasonlítsak arra, aki. És a testképzavarnak pont itt van a lényege, hogy már akkor is kövérnek látja magát, még mindig nem elégedett, mert ahhoz a képhez képest, amit ő követni szeretne, igen, még mindig alul marad. Uh-huh. Tehát itt csak azért hoztam vissza az előző képet, hogy lássuk, hogy nem csupán arról van szó, hogy agykérgi programok futnak, hanem itt egy nagyon komoly önleértékelési program is fut, ami már egy agyvelői szintű biológiai túlélő program, aztán ide belejön a magányosság, az elszigeteltség, mit mondanak rólam, támadási konfliktusok, tehát azért annyira színes ez a kép, amiről beszélünk. Maradjunk ennél a képnél, igen, egy pillanatra. Mi lehet, ez alapvetően egy identitás program, ról beszélünk tinédzserekről, de nem csak tinédzsereknek ez a problémája, de nagyon sok anyuka hallgat bennünket most, igen, és ezért is térek erre ki. Itt van az, hogy identitás, még gyerek jogokkal rendelkezek, de felnőtt jogokat szeretnék. Amikor buliról van szó, amikor elengedésről van szó, amikor pénzről van szó, hogy adj el a 10 000-et, mert elmegyek, tudom én hova, a lányokkal, és a 10 000 oda kevés, már azért a legmenőbb helyekre kell bemenni. Igen. Egyértelműen. És jön ez, amíg ehhez kicsi vagy, még ez nem az, de belülről már úgy vágyik arra, hogy azért legyen nagyobb. És itt az identitás program, amikor átmenet van a gyerekkor, felnőttkor között, ki vagyok én, mit engedhetek meg, mit tehetek meg, mihez, tehát ez már maga egy identitás helyzet, identitás válságot él meg a kamasz. És hogyha még területkielölési itt van, konfliktus, igen, hát hogyha beleszól anyám az életembe. Ne vegyek fel ennyire mini szoknyát, meg azért a zoknikat vegyem ki a melltartomból, mert úgy nézek ki, mint egy. Igen. És mindenki megmondja, hogy mit kellene felvenni, meg az én koromban, amikor ő fiatal volt, akkor mi történt. Ez már egy területkielölési konfliktus. Bejönnek a szobámba bármikor, bárhol, és leülök a fejem. Rám törnek. Mert éppen megint facebookozok egyfolytában. Igen. Rémületfélelem konfliktus lehet az, hogy megijedek valamitől, amit látok. Megijedhetek bármilyen helyzettől, és hogyha mondjuk attól ijedek meg, hogy a szüleim állandóan vitatkoznak, és egyszer elhangzik az a szó, hogy elmegyek, uh-huh, az már bőségesen elég. A szexuális konfliktusok tönkelegét élhetik meg a fiatalok, főleg amiatt, mert a szexualitás iránti kíváncsiságot van bennük, és hogyha a szülőkkel nem olyan jó a kapcsolat, vagy nem merik, nem annyira biztonságos a kapcsolat, tinédzserkorban nem is, bocsánat, nem feltétlenül természetes az, hogy anyuval beszéljen meg azt, hogy kibe vagyok szerelmes, vagy ki tetszik nekem. Ja, hát főleg, ha nem olyan a kapcsolat a szülő meg a gyerek így között. Így van, de ne várjuk el azt, hogy a gyerek mindent meggyógyjon és bevalljon. Tehát azért dolgozni kell, hogy ez a kapcsolat ilyen legyen. De szexuális konfliktust jelent, hát az is azok a sexting nevű jelenség. Micsoda? Sexting. Na, az a szexuális tartalmakat tartalmazó, vagy szexuális témákat tartalmazó szöveges üzenet. Hajjaj. És ez nagyon izgalmas, és nagyon érdekes az,
ahogyan ezeken a közösségi hálókon mennek ezek a fotócserék, és amilyen válogatatlan módon csapnak le a fiatal lányokra. Érdemes ebben a témában is futni, mert lehet, hogy a gyerek otthon ül egész nap, és úgymond nem jó érheti, gyerek, nem érheti, gondolja az anyuka, hogy az én kislányomat nem érheti ilyesmi, de van egy olyan jelenség, hogy dick pic. Mi? Dick pic, tehát ez a... Figyelj, hogyha behívtál ide, jó, akkor beszéljek ezekről az extrém helyzetekről. Beszélj, mert a szülőknek tudniuk kell. Ez nem jelent mást, mint férfi nemi szervek fotóit küldik el. Most, hogy ez a sajátjuk, vagy valahol valaki másé, ez hát megint egy másik kérdés, de nagyon sok az online térben való zaklatás. És én is meglepődtem ezen, amikor a rikaiza.com oldalt készítettem a Facebookon, ott ki volt téve az a kép, amit a webkonferenciákon is lehet látni, tehát tényleg nyaktól fölfelé, és 6 olyan minősíthetetlen üzenetet kaptam az oldal megnyitása utáni 2 órában, hogy még én is így néztem, és gyorsan levettem a fotót is onnan. És ugye a fiatalok, a Facebookra vágyók, ugye 13 éves kortát kell érni, beírják, mert mi menősködünk, hogy 22 vagy. Igen, ilyet ismerjük. És itt van a kutya elásva, hogy vannak olyan emberek, akik pont ezeket a fiatalokat árasztják el, igen, mindenféle szexuális tartalmú üzenettel, tehát ne gondoljuk azt, hogy az én gyerekem ettől védett, mert... De ne feledjük, hogy bosszankodás nélkül ez mind nem tud összejönni. De melyik összejönni? Az a tínézser, aki nem bosszankodik, hogy pont az ő szülei a legrosszabbak a világon. Ja. Hát ez abszolút... Kivitelezhetetlen. Mert ha nem engednek el, hát persze, hogy bosszankodok, mert a barátnőmet elengedik az iskolából. Az ő szülei azok engedik, azok jó fejek, azok elküldik kirándulni. Engem meg moziba se hagynak. Hát hogyan csodában ne bosszankodnék? Oké. Most jönnek a bulimiások, akik szintén bosszankodnak. Tehát itt van a bosszankodás, látjuk. Viszont van egy másik relé, ami már nem birtokzónába tartozik, és itt, amit látunk kék csillaggal behúzva, az a glukagonnak, vagyis az alacsony vércukorszint meghatározó reléje. A vércukor beállításához kell egy inzulin és egy glukagon, mint hormon. Az inzulin lebontja a cukrot, tehát csökkenti a vércukorszintet, a glukagon meg emeli a vércukorszintet. Ebből következik, hogy ha a glukagon relét leblokkolom, itt most húzok egy nagy X-et, ugye, ha ezt most leblokkoltam, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy zuhanni fog a vércukorszintem, és itt van még a bosszankodás. Nos, ez a két dolog kell ahhoz, hogy bulimiás legyen valaki, vagyis telezabálja magát, ezt magyarul így mondjuk, és utána, ugye itt a bosszankodás, és jön az önhánytatás, mert úgy érzi, hogy a bosszúság ugye az epileptoid krízisben, a gyomor szintjén hányással fog megnyilvánulni. És az, hogy milyen konfliktusok hova fognak becsapódni, na most ez egy nagyon szép történet, ezt szépen kidolgoztuk, hogy lássuk, jobbkezes nő esetén, az első konfliktusa, amit megél, az kérem egy félelem undor konfliktus, ott van a kék csillag. Undorodok is valamit megtenni, meg félek is tőle. És ezután még megéltem egy bosszankodást. És innentől kezdve már is kialakul a bulimiás történet. Akár egyetlen egy történetben, egyetlen egy eseményben benne lehet, mert bosszanthat az, hogy rákényszerítettek valamire, amitől undorodtam is, megféltem is. Ennyire egyszerű. Balkezes nőnél az első konfliktus az az identitás konfliktus. Na, az identitás konfliktusnak itt lenne a helye, ugye? De balkezes nőnél ez átcsapódik ide, és
mint identitás konfliktus a bosszankodás tüneteit fogja mutatni. És a második konfliktusa pedig lesz egy nőies reakció, egy félelem-undor konfliktus. Tehát identitás valamiben, és utána még jön egy undorfélelem. Ez a balkezes nőknek a története, így tudnak ők eljutni a bulimiához. A jobbkezes fiúknak az első konfliktusuk egy férfias konfliktus, maga a bosszankodás. Ugye tudjuk, hogy jobbkezes férfiaknak az első ide csapódó konfliktusa ide is jön, nem megy át a túloldalra. A második pedig már egy félelem-undor konfliktus, azért a férfiak nem szoktak undorodni a dolgoktól. Ez egy nőies viselkedés, hogy undorodok, de ez az undor-félelmi konfliktus már egy nőies magatartást jelent, hiszen lezárt a birtokzóna, férfias birtokzóna, és így nőként már teljesen természetes, hogy undorodni is fog. Ugye milyen egyszerű és érthető? És a balkezes férfi esetén a sorrend micsoda? Az első az ellenszegülés. Igen, az ellenszegülésnek ide kellene becsapódnia az inzulin relébe, de ő nála az ellenszegülés a glukagon relébe megy, mert ugye balkezesnek a másik oldalra csapódik, és lesz olyan balkezes férfi, tehát akinek ellenszegülési konfliktusa van, és akkor zuhan a vércukra, vagyis ahogy ellenszegül valaminek, rögtön észrevesz, hogy olyan éhes, hogy valamit ennie kell. Ez az elsődleges dolog, és utána természetesen joga van neki is bosszankodni valamin, hogy nem úgy történt, ahogy kéne, és már ki is alakult nála is a bulimia. Tehát ezek ennyire lényeges dolgok. Tehát ebben, amit elmondtam, nagyon jó lehet megfigyelni a konfliktusoknak ugye a sorrendjét, hogy mi miután csapódik be, hol vannak a hámeri gócok, hogy ugrik át az egyik konfliktus a másik oldalra, és hogyan zár le egy konfliktus egy oldalt, és jelenik meg a másik oldali viselkedés. Tehát itt is épp úgy, mint a gyerek és partner hozzárendelésénél, vagy a mozgató és érző beidegzések tekintetében mindig minden ugyanúgy zajlik le. Agy, lélek, agyszer szinten vannak a hozzárendelések. Van egy lelkén megélésem, de a kezűség és a nem eldönti, hogy annak hova lesz a becsapódása, és milyen lesz a szervi megnyilvánulása. Tehát ezek a bulimiás történetek azért veszélyesek, mert teljesen felborítja a cukorháztartást, és teljesen kikészíti az emésztőrendszert. A cukorháztartással kapcsolatban, amikor mind a két cukor elé érintett, most ezt itt bekarikázom, mind a kettő, tehát a jobb oldali inzulin és a baloldali kék relé, vagyis a glukagon relé is érintett, mit tud tenni a biológia túlélésért? A túlélést a magasabb vércukorszint biztosítja, és nem az alacsony. Alacsony a vércukorszint nem kap, az agyam nem tud működni. Ezért van az, hogy hipoglikémiában eljutunk az eszméletvesztésig is. Tehát az undorfélelem és ellenszegülés, ha egyszerre vagy egymás után jelentkezik, akkor kialakul a kettes típusú cukorbetegség, ami egy magasabb vércukorszintet fog eredményezni, mint hogyha nem lennének ilyen konfliktusok. De ez nem olyan konstellált állapot, mint a birtokreléknél. Itt nem lesz olyan, hogy érzelmi fejlődésnek a visszamaradása, amik egy külön részlet a birtokzónáknál. Kettes típusú cukorbetegséget a nem megfelelő táplálkozás is kell tud indítani, erről ne feledkezzünk el, de ennyi minden után egyszerű megoldás lenne, ha hallgatnák a My Student and Meekent. Mert konfliktus aktív fázisban, ugye kortikális, vagyis cukorrelék esetén, vagy az összes felsorolt női vagy férfi birtokzónák esetén, kérem szépen, képes lesz ez mindent megoldani,
abban az esetben, ha ezzel a konfliktus aktív fázisban ha hallgatjuk, akkor megtörténik ennek a konfliktusnak, amit látjuk, a letranszformálása. Ebből az következik, hogy már nem lesz a megoldásban egy nagyon durva epileptoid krízis. Ugyanígy a más studenten még a megoldást követő fázisban hallgatva átolja az epileptoid krízisen keresztül a gyógyulási fázist, agyis a vagotóniát, mert ugye az MK fázis az vagotóniáról szól, és ebből adódóan nem fogunk szenvedni. És csak annyi ideig fog tartani a megoldás, amennyit ennek tartania kéne. Tehát stabilizálja a gyógyuláshoz szükséges frekvenciát. Ezért tudja átolni az epileptoid krízisen keresztül a megoldás követő fázist. Erről beszéltem a szokásokról szóló webkonferenciában. Az egyetlen probléma mindig az optikai sín. Ne feledjük el, hogy az optikai sínek addig vannak, ameddig valójában mi fel nem oldjuk a konfliktusunkat. Tehát a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Mert ha tudom, hogy mi a valós kiváltó ok, akkor fogok tudni valós megoldásokat is eszközölni. És tudományról beszélünk, mert reprodukálható, mert összehasonlítható, mert előre jelezhető. Ez tudomány. Ami nem így van, az nem tudomány. Tehát nem kell statisztika, nem kell állatkísérlet, hanem az a legjobb megelőzés, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, érzelmileg zárjuk le azt, amit érzelmileg elindítottunk, és akkor nem fogunk szenvedni tovább tudományosan. Szóval, amint már utaltam arra, én az egyetemen nem tanultam ilyenről, de vajon miért nem, mert akkor át kéne írni az egész medicinát. Ezzel a gondolkodással, hogy lélek, agyszerv szinten, és vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok, és mindennek értelme van, ami a szervezetemben van, ez kérem szépen, ez egy teljesen más gondolkodás. Jó lenne ezt átvenni, és akkor valóban tudnánk alkalmazni mindazt, amiről eddig is beszéltem, meg amiben a többi előadásokban is beszélünk. Tehát, ha ez mind nem lenne igaz, akkor nem követték volna el dr. Rike Gerdhammerrel mindazt, amit elkövettek vele. Ha mindez nem lett volna igaz, vagy nem lenne igaz, akkor a munkámat én nem hagytam volna ott, csupán csak azért, hogy valami mással foglalkozzak. És ha nem merjük megkérdőjelezni mindazt, amit eddig tudománynak neveztek, akkor soha nem fogunk változtatni. Egyetlen lényeges dolog, hogy az a tudomány, ami reprodukálható. Ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és akkor a kérdéseket innentől be lehet írni a chatmezőben.